Üdvözöllek! Vannak esetek, amikor nagyon jól tudna jönni az, hogy egy-egy mappának az ikonját meg tudjuk változtatni, konkrétan a színét. Mert például lehetséges, hogy van nekünk egy csomó mappa, amelyek közül rendszeresen szükségünk van egy vagy több mappára, a többire nem annyira. Hát ettől függetlenül ugye egy helyen vannak, és nehéz megtalálni azt, amire éppen szükségünk van. Persze rá is kereshetnénk, vagy akármi, de hogyha egy színnel meg tudnánk elölni, akkor az valószínűleg elég nagy segítség volna. Tulajdonképpen a mappa ikonjának a kicseréléséről lenne szó, amelyet meg tudunk tenni mindenféle program nélkül, csak eléggé körülményes, meg be kéne szerezni az új ikont is, tehát ami eltér az alapértelmezett ikontól. Ezért erre célszerű valamiféle programot használni, szerencsére van erre megoldás. Ez a Folder Coralizer nevet viseli, amit innen le tudunk mi tölteni. Itt van Free Download. Most a telepítést megnézzük, mert lesz benne egy olyan lépés, amit célszerű elkerülni. Elindítom a telepítőt, elfogadjuk a használat feltételeit, Next, és látható, hogy szeretné feltelepíteni ezt a programot. Hát az ingyenességért cserében feltelepítene egy programot, amire nem feltétlenül van nekünk szükségünk. Ezért ezt itt célszerű kivenni a bejelölést, illetve a Customizer-ra kattintva be tudjuk állítani a telepítés helyét, valamint egy ilyen leírást is megjelenít, hogyha szeretnénk a telepítés után. Most én hagyom ide, hogy ide telepítse, és ha minden megvan, ezt is kivettet innen a bejelölést, akkor telepítés. Úgy tűnik, hogy nem történt semmi, de ha most kattintunk egy mappán, akkor itt van látható, Colorize. Itt ki tudunk választani egy színt, vagy itt a Colors-szal, akár egy teljesen egyedi színt is elő tudunk állítani. Hát valami olyasmit kéne azért, ami nincsen még. Mondjuk ez a fajta kék. Itt egy automatikus nevet is ad neki, de itt megadhatunk egy sajátod is, saját, és akkor hozzáadtuk ezt. Itt van látható. Rendben, és igazából ez így ennyi. Valamint látható, hogy el lehet távolítani egy-egy szint, amire úgy gondoljuk, hogy nincsen szükségünk. Mondjuk most kiveszem ezt innen, így látható, eltűnt. És hát ennyi, igazából hozzá tudunk adni, itt alul itt pedig el tudjuk távolítani. Hogyha ez megvan, akkor ezt be lehet zárni. Ettől a program még futni fog, látható. Jobb egérrel kattintunk, és akkor mondjuk ennek adjunk egy piros szint. Kapunk egy ilyen üzenetet, ezt nem szeretnénk, nem mutassa újra, így bezárjuk. Aztán itt van egy másik, ezt is át lehet színezni, mondjuk kékre. Tehát ilyen módon ez igazából elég egyszerűen használható, úgy gondolom. Az eredeti szín visszaállításához annyit kell tenni, hogy megint kell választani, Colorize, és itt van, hogy az eredeti szín visszaállítása. Most úgy tűnik, hogy nem történt semmi változás, de valójában igen, csak néha frissíteni kell ebben a fájlkezelőben. Amint a frissítésre rányomok, akkor rögtön megtörténik a módosítás, illetve a módosítás az megtörtént, csak nem látszott. De persze át lehet állítani ezt más színekre is, kiválasztom ezt, és hát megint nem látszik a módosítás, de valójában igen. Ez működik a Windows saját fájlkezelőjében, itt rögtön át is állt a szín. Colorize, átállítom a zöldre, és itt is egy picit várni kellett, most visszaállítjuk az eredetire, és itt rögtön vissza is állt. Egy hátránya van ennek talán, hogy megváltoztatja a mappa módosítási dátumát, bár nagy többséget úgy gondolom, ez nem igazán érinti ez a probléma, már hogy ezt annak lehet egyáltalán nevezni. De egyébként a mappa tartalmát meg a nevét sem bántja, csak a módosítás dátuma az változik meg. Tulajdonképpen ez így működik, túlságosan sokat nem lehet erről beszélni. Ugyanakkor azért hasznos tud lenni, arra kell csak figyelni, hogy a telepítés során azt a kiegészítő programot azt ne telepítsd fel, ha csak nem kifejezetten akarod, de hát nem hiszem, hogy ezt túl sokan akarnák.